A Nagyszombati úti elszigetelt házban számtalan gyermek él. Nagy Gábor nehéz helyzetben van, próbál gondoskodni csaknem 13 fős családjáról. 60 fölött vagyok már jó magam, és aztán ugye nem kapkodnak a munka után. A környékben viszonylag sikerült egy-egy ilyen kis kertmunkával, tetőjavítottgatással, ebből abból bedolgozni magam, de hát a télvíz az egy kegyetlen volt. Az első mozzanat a véletlen műve volt, mondja Halenár István. Az ügyvezető igazgató felfigyelt egy emberre, aki gallyakat gyűjt. A következő azonban tudatos. A Széna Egyesület segítségével felajánlást tettek a szegény sorsú családnak, akik örömmel fogadták az adományt, a jelentős mennyiségű fabrikettet. Úgy gondoltuk, hogy a nálunk maradékként felhalmozott építési faanyagokat a rászorultaknak tovább ajándékoznánk, de hát a Széna Egyesülettel, miután felvettük a kapcsolatot, erre sokkal nagyobb igény jelentkezett, így aztán ezt az alapötletet elvetettük, és hát a fabrikettet vásároltunk, hogy több rászoruló is részesülhessen belőle. A Nagycsaládosok Egyesülete a tavasz beköszöntével is figyel az elesettekre a társadalmi felelősségvállalás jegyében.